Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a kezdőkörben. Ami a sikereket illeti, újabb mérföldkőhöz érkeztek a BRS-e lányok. A hétvégén rendezték meg ugyanis a női röplabda közép-európai liga zágrábi négyes döntőjét. Az elődöntők során a csabai lányok ellenfele a Maribor együttese volt, ezen a derbin sima 3-0-ás sikerrel jutottak túl. Következett a vasárnapi finálé, ahol négyszerben sikerült felülmúlni a címvédő szlovén Ljubljana együttesét. A 3-1-es siker azt jelentette, hogy története során először ezt a kupát is sikerült megnyerniük Sós Nikijéknek, ami megint csak óriási fegyvertény. Nincs pihenő, a lányok haza sem jöttek Zágrából, egyenesen Itália felé vették az irányt. A CEF kupa visszavágóját ugyanis szerdán rendezik, az első derbén 3-1-re nyert az olasz együttes. Most erre a találkozóra emlékszünk vissza néhány percben. És itt láthatjuk talán a legnagyobb sztárját a Busto Alciciónak, Valentina Diufot, aki szenegáli édesapától és olasz édesanyától származik. 202 cm magas, átlót játszik, de hát azért, aki mondjuk látott róla felvételeket, vagy akár látta itt a bemelegítésnél, azért talán azt kijelenthetjük, hogy a magassága a legnagyobb erőssége. Itt pedig Sasa Nedeljković együttese a lehető legjobb játékosával, legjobb játékosaival, legjobb keretével vág neki a mai találkozónak. Signorile. Az jónak tűnik, bármilyen nehéz is volt. Igen, jó, 5-5. Az jó szerva Martinezre. Fiorin. Az out. Jól van, 11-14. Matic. Ráadásul adtak előre, hogy mondjuk egy hátsó soros támadást fújtak. Volt egy jó blokkunk, ami azért a játékosban benne marad, úgyhogy ezek mindig fontos dolgok. Martínez visszamegy rá! Ezért kellett az előző blokk. 19-20! És számos videót néztek már. Jó szerva volt. Jó, hogy a Diouf nem tudná betámadni, nem tudja Bondár megint! 20-20! Signorile, Spirito adja fel Martíneznek. Hú, de tökéletes ejtés volt? Hát igen. A francia játékvezető segített a macedónnak, én is úgy éreztem, bevallom őszintén, hogy lent volt a labda, és ez lett az ítélet is. Sós nagy lendülettel, nagy erővel, de jó volt a védekezés Signorilétől. Az meg kell, hogy legyen tálas. És benn van, 22-23. Sőt, azt gondolom, hogy vannak olyan apró hibáink, amiket az elmúlt időszakban nem nagyon követtünk el, úgyhogy ha ezeket kijavítani, akkor van szansz arra, hogy Diouf befejezi az első játszmát, mert hasonló volt a helyzet, mint volt a Bezi elleni hazai mérkőzésen, szoros első szettet követően vendégvezetés. Nem tudják megoldani a labdákat. Ezeket a pontjákat viszont nekünk meg kell. Matic megoldja, jól van! 11-6. Még mindig messze vagyunk a Busto Alciciótól, de már közelebb kettővel, mint két ponttal ezelőtt. Az is megvan. Smirnova megint. Signorile, Spirito teszi fel. Csak alkarral teszi át Diouf. Leghosszabb labdamenet eddig, és leesett! 18-15, 9-1-es szériával a végét Csaba. Noémi Signorile tehát. Biztonságit választott. Megint Smirnova. Gyere labda, jött a labda, jól van, 25-24. Szakmári, tálas, Smirnova, úgy! 26-26, neki nem az az elsődleges helye, onnan beszokta fejezni a támadásokat, egy állás van, amikor igen, ez most az volt. Diouf ejt, ott volt Bolcsányi keze! Signorile megint, Fiorin, dobra! Sara Clement megszerzi a 28. Békés Csabai pontot és megnyeri a játszmát a BRS-ének, de nem lehet elmenni itt most Molcsányi Rita megmozdulása mellett. Nem hiszem, hogy van még egy olyan libero Magyarországon, aki ezt elérte volna. Egy gyorsabb meccs legyen. És hát rendkívül stabilan játsszák az ő kis játékukat egyelőre. Signorile, Diouf. Azt már Molcsányi sem érhette el, 2-7. Spirito, Signorile. Ó, Molcsányi és Smirnova. Ott meg már senki. Martinez. Próbálom a pozitívumokat megkeresni ebben a szedben.
Miért picit a súlyat a játékunk. Pont amikor azt gondolta volna az ember, hogy egy ilyen második szett után talán elkapja a fonalat a Békés Csaba, és ott fent tudja tartani az extázist és a játék minőségét is, akkor kapunk egy ilyen játszmát, amelyet 25-14-re ebben a pillanatban megnyer a Busto Elszíció. Sós, Tálas, Smirnova, Diuth. Ez egészen elképesztő, hogy most Fiorin csinált. Tálas, Szakmári, ott jó, úgy jó. Martinez, Signorile, Martinez. 17-11. Tehát még kettő labda kell a Busto Elszíciónak, hogy megnyerje 3-1-re a CEF Kupa negyeddöntőjének első mérkőzését. Molcsányi, Tálas, Szakmári! Hát ezek mennyire nagyon hiányoztak nekünk az egész mérkőzésen. Talán ez volt a második ilyen. Martinez befejezi. Befejezi a dominikai, ez pedig azt jelenti, hogy a Busto Elszíció 3-1-re megnyeri az első mérkőzést a Békés Csaba ellen. Láthattunk két nagyon szoros és két sima játszmát. Ennyire más szint most ez az olasz csapat? Találkoztál már ilyen szinten pályafutásod során? Persze, teljesen más szintet képviselnek, azért nem sűrűn játszunk ilyen csapatok ellen, és pont ez a nehéz benne, hogy egy pillanatra se lehet kiengedni, és végig kell koncentrálni, úgyhogy amikor tényleg oda tudtunk koncentrálni, akkor partiba voltunk velük szerintem, fej-fej mellett haladtunk, amikor ez a figyelem kicsit kihagyott, akkor tudtak ellépni. Ez az olasz csapat minden héten olyan véres harcokat vív meg, amiből nagyon sok tapasztalatuk van, és látszik, hogy tényleg mennyire erős csapat ellen szálltunk szembe. Én nem tartom ezt lefutott párharcnak. Szeretjük a kihívásokat, vár még ránk egy aranyszett. Ezt mondhatnám el erről a meccsről. A férfi kézilabdázóknál az első osztályban szereplő Orosházi FKS-e csapata hétvégén ezúttal a Budakalász otthonába látogatott. A meccs ezúttal nem úgy alakult, ahogy az Budai Dániel edző és a szurkolók remélték. 15-11-es félidőt követően 29-26-os vereséget szenvedett a Békés-megyei együttes. A nőknél a Békés Csabai előre NKS-e gárdája a Dunai Város együttesét fogadta hazai pályán. Az MTK elleni sajnálatos vereséget követően fontos lett volna a pontszerzés, de a tabellán sokkal jobban álló ellenféllel szemben ez nem ígérkezett könnyű feladatnak. Nem lesz egyszerű ez a mai mérkőzés, hiszen mindkét csapat azért más-más célokért küzd. A tabellára nézve a mai mérkőzés esélyese inkább a Dunai Város együttese, még akkor is, ha idegenben játszanak, hiszen ők a negyedik helyen állnak a tabellán, a mieink meg sajnos jóval hátrább. Az első akció a Dunai Városiaké, és meg is van az első gól a mérkőzésen. Egy nagyon szép átlövés, Kovács Anna a gól szerzője, 3-3, 6. perc elején. György László magyarázatta övéinek. Nem sikerült meggátolni Zöldítót Katát a gólszerzésben. Egy góllal vezetünk ismét, 4-3. Kovácsevics, Vasilajskaja, Valfis, óriási gól! A harmadik gólja Valfis Mercedesnek, és ezzel most már 3 góllal vezet a csabai együttes. A kapusnak nem sok köze volt ez a labdához. Szalai eladja! Ott az induló ember, Valfis, megint vezethetünk, és meg is van. 9-8. Meg lesz-e? Rusicának sikerül, 12-11. Kovács fönn a levegőben, egy jó védés, aki pattanó után viszont ott a gól. Sajnos pont Kluiber kezébe pattant a labda, és a harmadik góljával 14-13-ra vezet a dunaujvárosi csapat. Eddig a pillanatig az utolsó másodpercek sikerül az egyenlítés, Kovácsevics föltette a koronát az első félidőbeli teljesítményére, és ezzel 14-14-re alakítja az állást, eldöntetlen egyenlőre.
Vafis, Vasilevskaya. Lusica fönn a levegőben, egy hatalmas gól. Védhetetlenül vágódott a jobb felső sarokba a labda. 17-16 lesz neki a mérkőzésen. És ezt elhibázza, illetve hát Riffa véd. Szalai megint. Kovácson a szép gólja, el kell ismerni. 24-22. Pontos lenne nagyon. Vukajlovics, le a szélre, Vasilevskaya, Diószegi, jó! Ez most egy türelmesen kijátszott akció volt, ember előnyből 5 perc van hátra. Kovács Anna. És valahogy csak bejut a kapuba a labda itt a másik oldalon is. Sajnos Kluiber 5. találata. Ezt lehet, hogy ki lehetett volna védekezni, nagyon nagy kár érte, 25-24. És megint ott a lehetőség! Diószegi! 26-24 a 25. perc végén. Hát nagyon izgalmas lett itt a vége. Kovács, vigyázzunk! Lövőhelyzet, és Kovács kiegyenlíti a mérkőzés állását. Megvan tehát a találkozó végeredménye. 26-26. Nekem egyértelműen csalódás, és azt gondolom, hogy a társam nevében is, illetve az edzők nevében is mondhatom, hogy... Mondhatni, igen, hoztunk egy pontot, meg veszítettünk is, én azt gondolom, hogy inkább veszítettünk. Mi az, ami kellett volna ahhoz, hogy meglegyen ez a két pont itt hazai pályán újra? Hát szerintem jobban kellett volna összpontosítanunk a végén. Az utolsó pár támadásban talán kaput sem találtunk, és az a koncentráció, ami ahhoz elég volt, hogy pár gólos előnyre tegyünk szert, az a végén elmaradt szerintem. Nem tudom, hogy ennek az oka, hogy elfáradtunk, vagy csak túl nagy volt a stressz, és ezt nem bírta el a csapat, de szerintem mindenféleképpen az összpontosítás és a koncentráció. A Békés Csaba 1912 előre labdarúgó együttese az előző fordulóban elszenvedett 5-0-ás pofont követően hazai pályán a Szolnok együttesét fogadta. A látottak sajnos azt sugallják, továbbra is hullámvölgyben van a csapat. A fehérmezes szolnoki gárda kezdett jobban, Kenderes a 10. percben szép mozdulattal tette kapura a labdát, azonban mentett a kapufa. A 32. percben Csirmaz távoli lövését védte Ribánszki. A csabaiak 2 perccel később találták el először a kaput, Fábio fejesét azonban védte Molnár Farkas Tamás. A 40. percben már nem menekült meg a házigazda. Egy szöglet után visszafejelt labdát a korábban csabai színekben játszó Nikola Pantovics értékesített. Ezzel 1-0-ra vezetett a Szolnok az első félidő után. A második játék részben sem tudott nagy helyzetet kidolgozni a hazai csapat. A 71. percben Kelemen figyelmetlensége után Ribánszki elütötte a kilépő Pintért. A játékvezető 11-est ítélt és kiállította a kapust. A büntetőt Pintér Norbert lőtte a jobb alsó sarokba, ezzel szinte eldöntötte a 3 pont sorsát. A nehéz helyzetbe kerülő csabai gárda Vicián Ádám megoldásával szépíthetett volna, de lövése után a bal kapufáról kifelé pattant a labda, így maradt a 2-0-ás szolnoki győzelem. A fiatal játékosok még nem tudják ezt a szintet annyira felhozni. Ebből adódnak több problémák, akár kiállítások, akár sérülések, és ebben mondom nekünk még többet és sokat kell dolgozni, hogy ezeket a részeket jobban tudjuk bepotolni. Alapvetően úgy gondolom, hogy a idei legjobb formánkat hoztuk. Elejét leszámítva első 5-10 percet úgy gondolom volt, egy kicsit még alkalmazkodtunk a Csavának a játékához, de a félidő közepétől úgy gondolom, hogy teljesen átvettük a mérkőzés irányítását, és nem csak kontrákból voltak lehetőségünk, hanem úgy gondolom mezőnyben is nagyon jól futballoztunk, nagyon jól építettük fel az akcióinkat. A Lilák ezzel a 8. helyen állnak, 11 pontos lemaradásban a feljutó helyektől. Az Alföldről indulva korábban a Hegyek hegyét, a K2-t vette célba Suhajda Szilárd, aki március végén a Monteverestre indul Klein Dáviddal. Magyarország egyik legaktívabb expedíciós hegymászója többek között arról beszélt, hogyan is jutott az Alföld sík vidékéről a világ legnagyobb hegyóriásai közé. A Békés Csabai származású angol tanár a Körösök partján hátizsákos túrázóként kezdte, de néhány év alatt rabul ejtették a hegyek. A Mont Blanc megmászása után végérvényesen beleszeretett ebbe a világba. 2014-ben
Varga Csaba nagyváradi hegymászóval felmásztak a világ 12. legmagasabb csúcsára, a Broad Peakre, oxigénpalack használata nélkül. Suhajda Szinárd 2015-ben Varga Csabával, 2016-ban pedig Klein Dáviddal vágott neki a föld legveszélyesebb és második legmagasabb csúcsának számító 8611 méter magas K2-nek, de az időjárás miatt mindkét alkalommal vissza kellett fordulniuk. Valójában 14 darab 8000 méternél magasabb hegy van a világon, és a K2 az egyik. Bár a K2-re nem jutottak fel, fantasztikus expedíciót tudhattak maguk mögött a hegymászók. Suhajda Szilárdék tavaly például aludtak egy keskeny jégpárkányon, 6700 méteren, hatalmas hóviharokat, máskor pedig kánikulát éltek át. Dáviddal mondhatom azt, hogy megúsztunk egy nagyon komoly balesetet talán, hiszen alig, hanem a hegymászó történelem legnagyobb tragédiája bontakozhatott volna ki a hegyen tavaly nyáron. Egy hatalmas lavina elsodorta a hármas tábort, ahol szerencsére senki nem tartózkodott, mi is oda felé tartottunk, pont oda tartottunk, de időben visszafordultunk, hallgatva a megérzéseinkre. Suhajda Szilárd és Klein Dávid most ismét a megérzéseire hallgat. Március végén indulnak útnak, céljuk pedig a világ legmagasabb hegycsúcsának, a Mount Everestnek az elérése oxigénpalack nélkül. Risto Éva úszó látogatásával ért véget a Sportolj olimpikonokkal elnevezésű rendezvénysorozat. A londoni ötkarikás bajnok a belvárosi általános iskolában egy sportos vetélkedőre látogatott el, majd élménybeszámolót is tartott a diákoknak. Egy-egy csapatkapitánnyal kiegészülve rendeztek mozgalmas sportversenyt alsósok számára a belvárosi úszodában, ahol minden úszásnemben bizonyíthattak az ifjú versenyzők. Nekem a mennek a hátát szedte legjobban, magában még jól is vagyok. Nekem az utolsó feladat tetszett a legjobban. Az nagyon jó volt, mert a csapatmunka is nagyon számított, és nagyon jó volt ez. A verseny ezúttal rendhagyó volt, hiszen Risto Éva olimpiai bajnok érkezett Békés Csabára, aki a Hiszek Benned sportprogram részeként látogatott el az úszást kiemelt sportákként kezelő intézménybe. Ha valaki tehetséges, valakiben látnak akkor a reménységet, hogy egy kiváló sportoló lehetne belőle, akkor ezek a plusz impulzusok, amikor személyesen találkozhatnak egy olimpiai bajnokokkal, ezek véleményem szerint segítenek abban, hogy tovább is eredményes munkát tudjanak végezni. A londoni ötkarikás bajnok igyekezett átadni azokat a tapasztalatokat, amiket hosszú és eredményes pályafutása alatt szerzett. Én azt gondolom, hogy a saját történetemből egy kicsit hallanak, hogy én is gyerekként kezdtem el, és én is egy vidéki városból jutottam el a világ tetejére. Tehát én azt gondolom, hogy semmi sem lehetetlen, és nekik is nagyon jó lehetőségeik vannak, látva, hogy egy iskolának ilyen uszodája van. Én azt gondolom, hogy nagyon szerencsések. A fiatalok élvezték a közös programot, elkészültek a közös fotók, és persze az értékes aláírásokat is begyűjtötték a jövő bajnokai. Szurkoltam neki, néztük a tévében anyukámmal. A program ezt követően az iskola aulájában folytatódott, ahol a kicsik és a nagyok is kíváncsiak voltak a bajnokra, aki amellett, hogy mesél gyerekkori élményeiről, válaszolt a fiatalok kérdéseire is. A Nemzetközi Nőnaphoz kapcsolódóan sportnapot rendeztek a Csaba Parkban. A hölgyek számos mozgásformát kipróbálhattak, mindezek mellett az egészséges életmód testi, lelki és szellemi egyensúlyának feltételeit biztosító módszerekkel, valamint a fittséghez elengedhetetlen táplálékokkal is megismerkedhettek a rendezvényre látogatók. A közös bemelegítés után Katus Attila állt a színpadra, hogy egy intenzív, 40 perces izommozgató túrán vezesse végig a hölgyeket, akik életkortól függetlenül egytől egyik helytálltak a könnyűnek nem mondható feladat legvégéig. Hetente kétszer-háromszor sportolok. Meghívtak a barátnőim. Aerobik világbajnokunk nem csak a színpadról osztotta az instrukciókat, ha kellett, testközelből segített a gyakorlatok elvégzésében.
Attila szerint egy ilyen nap alkalmával, ahol több száz embernek van lehetősége kipróbálni a különféle sportokat, a legfontosabb a jó közérzet. És amikor valaki belecsöppen ebbe a világba, nagyon fontos, hogy azt érezze, hogy ő itt otthon érzi magát. Tehát nem egy idegen világ, mert akkor abban csak beteszem a lábamat, és ahogy lehet, én már jövök is ki. Egy ilyen egy rossz diéta, vagy egy rossz mozgásprogram. De ha az a mozgásprogram jó, ráérez, hogy igenis, én képes vagyok erre, meg tudtam csinálni. Igazából jól éreztem magam. Sőt, most utána milyen jól érzem magamat, egészen más a kisugárzásom, és még változhatok akár külsőleg is, belsőleg is minden szinten, akkor az ember csinálni fogja, ez nagyon fontos. Az aerobik mellett a TRX, vagy éppen a sportrúttánc is szerepet kapott a hétvégén. De nem csak a női nem képviselői látogattak el szombaton a Csaba Parkba, hogy egy kis mozgásban részesüljenek, hiszen kortól és nemtől függetlenül mindenki számára több sportolási lehetőséget biztosítottak a szervezők. Az volt a rendezvényen a célunk, hogy bemutassuk Békés Csaba női lakosságának elsősorban, de mindenkinek azt, hogy milyen mozgási lehetőségek vannak. Megpróbáltuk meghívni a termeket kiállítóként olyan szolgáltatókat, akik szépségápolással, tanácsadással foglalkoznak, egészséges étkezéssel, és próbáltuk ezt úgy összeszedni, hogyha a későbbiekben vagy valaki most szeretne elkezdeni mozogni, akkor tudjon magának sport lehetőséget választani. Egészséges falatokból és innivalókból sem volt hiánya nőnapi sportnapon, ahol a felnőttek mellett a legkisebbek is kihasználhatták, a mozgás nyújtotta örömöket. Minden idők legnagyobb magyarországi ITF Taekwondo országos bajnokságának adott otthont Békés Csaba a hétvégén. Több mint 300 egyéni versenyző és 33 csapat érkezett a 40 éves jubilómát ünneplő versenyre. Ennek házigazdája a Magyar Bánhegyesi Corvin Taekwondo klub volt. Az ország minden részéről érkeztek versenyzők a helyi egyetemi sportcsarnokba. A forma gyakorlatokkal kezdődött a verseny. Az eseményt, amelynek a házigazdája a Magyar Bánhegyesi Corvin Taekwondo klub, azért Békés Csabán rendezték meg, mert itt volt megfelelő méretű sportcsarnok, ugyanis 34 taekwondo klub 314 egyéni versenyzője, és további 33 csapat regisztrált a kétnapos versenyre. 41. évfordulját ünneplő Magyar ITF Taekwondo Szövetségnek a 2017. évi hivatalos magyar bajnoksága. Ez a bajnokság gyakorlatilag a taekwondo összes versenyszámát felöleli, gyermekkorosztálytól egészen a felnőtt korosztályig, és ha jól számoltam össze, hirtelen 9 versenyszámban folyik folyamatosan a küzdelem. A versenyzők több kategóriában indulhattak formagyakorlatokkal, illetve szabad küzdelemben. Emellett volt tradicionális küzdelem, valamint erőtörés és speciális törés versenyszámok is. A házigazda Békés megyei klub jó esélyekkel indult az országos bajnokságra. Tamás Boglárka a közelmúltban ifjúsági Európa kupán győzött. Ez az első versenyem felnőtt kategóriában. És igazából az a célom, hogy saját magamhoz képest, tehát kihozzam magamból a legtöbbet, és mindent megtegyek, amit csak tudok, és hogy jól érezzem magam a páston. Ezen az országos bajnokságon Tamás Boglárka a három fős felnőtt női csapattal országos bajnok lett szabad küzdelemben, valamint ezüstérmet szerzett erőtörés kategóriában. Emellé testvérével, Tímeával páros tradicionális küzdelemben és egyéniben is második lett formagyakorlatban. A házigazda magyar bánhegyesi versenyzők összesen egy arany, 7 ezüst és 3 bronzérmet szereztek az országos bajnokságon. Szeretnék mindent tőlem telhetőt megtenni, hogy minél jobb eredményt érjek el, de igazából szerintem nem ez a fontos, hanem tényleg a részvétel, és az, hogy korunkbeliekkel és olyan emberekkel, akik ugyanolyan szinten vannak, mint mi, megmérettethessük magunkat. Az egyéni formagyakorlatok és a küzdelem versenyszámait egyenes kieséses rendszerben bonyolították le, a törésszámokban és a csapatversenyben pedig a pontozás döntött az országos bajnoki címről. A kézilabda NB1 B-ben szereplő Békés együttese idegenben vendégszerepelt, méghozzá a MOL Pixeged U23-as csapatának otthonában. Kiélezett küzdelemre volt kilátás a meccset megelőzően.
16-9-es szegedi vezetéstől folytatódik a második félidő, és ráadásul a szegediek is kezdik a játékot. Gyerünk urak, valaki szerezzen egy gólt, hiszen el kell kezdeni, és el kell hinni azt, hogy ez megy. Gyönyörű, Warsontát gyönyörűen! 17-12! Patyi, Fekete, Hasziló, és az is bent van, hát hihetetlen. Varsandán, Mezei, valaki lője, Cifra, gól! Gyönyörű, Cifra Tibor, mégpedig ez a negyedik neki, 21-15. Nem, persze már Pajkó Laci, bocsánat, Fekete, ezt is bedobja. A beállósnak nincs hely, Fekete, őt kell tolni, és ez is bent van, hihetetlen. Fekete Bálint, amit elmer engedni, az minden gól, 27-19. Ez egy szép bejátszás, és Szilágyi szerez egy szép gólt. Ez a negyedik találata, 29-21. Vasandán, gyönyörű gól. Hasziló, és telébe lövő Vikor, és a kipattanó pedig Vikor Ferencé, Kánya, és Kánya László be is dobja. Kánya László első találata, 31-27. Maradt hátra 8 másodperc. Varsandán, a gyerünk Áron, ez is fölé. X-Szeged 23, Békés 31-29. Együtt néztük ezt a mérkőzés összefoglalót Polgár Zoltánnal, a Békési Kézilabdaklub ügyvezetőjével. Köszöntelek itt a stúdióban téged. Én is nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Hetek óta, hónapok óta kedves tévénézők láthatják a meneteléseteket a bajnokságban, az NB1-bés bajnokságban. Most 5. helyen áll a csapat 19 ponttal. Tulajdonképpen a csapatnak mi volt a célja a bajnokság elején? 8 év, amikor elkezdtem vezetni ezt a klubot, mint vezető, előtte 20 évig kézilabdáztam itt. Évről évre mindig előre akartunk lépni. A mostani szezonra is az volt a célkitűzésünk, hogy a tavalyi évhez előrébb kerüljünk. Most per pillanat ott állunk, de azért titkon én vágyok arra, meg azért a fiúk is tudnak róla, hogy esetleg egy dobogó, de egy negyedik helynek az elérése minimum lenne, hogy ezt elérjük. Sajnos az összefoglalóból látszódott, hogy nekünk vannak ilyen meccseink, amit mumusnak mondanám, amit ősszel is, vagy már hagyománynak, hogy mi általában az utolsótól, az utolsó előttitől már hagyományként kikapunk. Na most ezek nagyon fontos pontok, dolgozunk tovább, és remélem azért ezeket a célokat el is fogjuk tudni érni. Mi lehet az oka annak, hogy vannak ilyen meccsek, mi a hullámzó teljesítmény oka? Bár ezt lehet, hogy a vezetőedzőt kellene kérdezni. Én meg is kérdeztem. Jó, meg is kérdeztem akkor a vezetőedzőt is, a szakmai igazgatónkat is. Most per pillanat nem látjuk ennek a problémának a okát. Nem tudjuk, hogy igazából miért van. Ebben a bajnokságban is a bajnok esélyes Fradi ellen a Ferencváros pályán egy gyönyörű játékkal ott voltunk. Talán a szezon legjobb játéka, utána gyönyörű szépen építkezünk, szinte csapatként együtt működünk, és utána jön egy hullámvölgy egyik napról a másikra, nem értjük mi se, hát dolgozunk rajta, hogy megtudjuk, hát nem tudom, ez a bajnokság, remélem már nem fog úgy még egy meglepetést okozni, hogy még egy ilyen mérkőzésünk lesz. Nagy hagyománya van nálatok a kézilabdának Békésen, sőt volt NB1-ben is a csapat. Van-e annak esetleg reális esélye, hogy valamikor újra NB1-es kézilabdát láthasson Békés, vagy egyelőre ez nem koncepció? Az a fajta koncepció, amikor előbb említettem, hogy elindultunk a nulláról, mert akkor nulláról indultunk el, most ott tartunk, hogy az óvodásoktól egy NB1-bés felnőtt csapatunk van. Azt szoktam mondani, hogy most per pillanat csak a korona hiányzik, hogy újra NB1-es csapatunk legyen, és maga a koncepcióban benne van ez is, az, hogy ahogy előrébb lépkedünk, szépen évről évre, most megjósolni nem tudom. Maga az lenne, hogy egy-két éven belül, hogyha úgy jönnek össze a dolgaink, akkor érjünk oda, és akkor egy teljesen felépített rendszer lehet. Majdnem azt mondom, hogy talán egy kezünkön megszámolható lenne, akár az országban is, aki a óvodás rendszerén elindulva egy régió központon át egy sikeres NB1-es felnőtt csapatot üzemeltet. Ez a célunk minden
féleképpen szeretnénk odajutni, de nem egy ilyen forró fejjel, hogy neki megyünk, hanem igenis felépítve az is, csak akkor mennénk, vagy vállalnánk, amikor látjuk annak a hosszú távú miben létét is, hogy bent tudunk maradni. Említetted ezt a régi központot is, ami azt gondolom az utánpótlásnál nagyon fontos bázis nálatok. Azt gondolom, hogy ez egy nagy megtiszteltetés Békésnek, hogy ti lettek a régi központ, hogy sikerült ezt elérni. Gondolom, hogy nem véletlen. Annak két évvel ezelőtt ugye elsők voltunk, akik központtá lettünk nyilvánítva, vagy mi voltunk az elsők, akik aláírták a szerződést. Vannak hiányosságok, akkor is úgy indultunk, egy ilyen 50-50 százalékok, ami jó, 50%, ami nem jó. Most már itt azért szépen látszódik, hogy egyre jobban több gyermeket tudunk adni az ország több részéből is a Balatonboglári központba. A serdülő válogatottnak a nagy részét a Boglári központ adja, ahol ugye a mi gyermekeink is 3-4-5 számmal, létszámmal ott vannak a válogatottban. Azt gondolom, ez mindenféleképpen siker. Amikor meg azok a gyerekek elérik a 18-19 évet, és ha visszakanyarodhatok az előző kérdésre egy kicsit, akkor ha netalán pont odaérünk két év múlva, akkor ezek a gyerekek akár az alapját is adhatnák annak az NB1-es csapatnak, amire vágyunk Békésen. Hány kilométeres körzetből jönnek ide gyerekek hozzátok? Mi lett az a merítési körzet határ? Annak idején úgy volt, hogy a Tiszán túl a mi feladatunk, és Erdély. Most ez úgy alakult, hogy ugye utána több régió központ is alakult, így a területünk szűkült, de azt mondanám, hogy teljesen Sárospatakról, föntről, Székelyudvarhelyről is van nem egy gyerekünk, sőt még a Vajdaságból is vannak gyerekeink. Hát most a kilométert hadd ne mondja meg, az egyik apuka annyit mondott, hogy az ő háza meg a mi sportcsarnunk az 498 kilométerre van Székelyudvarhelytől, 8. osztályban hozta a gyermekét. Remélem, hogy meg vannak elégedve. Itt vannak még mindig, fejlődik nagyon a gyerek, meg a gyerekek. Szóval a határokat nem tudom így bekalibrálni, de az alapfeladat az, hogy a Tiszántúlról figyeljük a gyerekeket. Térjünk vissza a felnőtt csapathoz. A következő hétvégén, tehát most hétvégén a Mizsák AC lesz az ellenfél. Ugye azon túl, hogy nagyon jó lenne nyerni és kijavítani ezt a picike kis hibát, azért van ennek a mérkőzésnek egy másik apropója is, ha jól hallottam. Igen, igen. Minden évben a klubunk valamiféle olyan társadalmi szerepvállalást is vállal, ami többek közt, hogy valakit megsegítünk, vagy segítjük nem csak anyagiakkal, hanem eszközökkel is. Tavaly ilyen volt, a Békésváros összes óvodáját tudtuk segíteni eszközökkel, labdákkal, játékokkal. Most pedig, ami a megyében, nevezetesen ezen a mérkőzésen a koraszülött mentő autóra gyűjtenek, számos egyesület, számos KFT cég segíti ezt az alapítványt. Mi is csatlakoztunk hozzá, méghozzá azzal, hogy a március 18-ai mérkőzésen, ahogy mondtad, 150 ezer forinttal fogjuk segíteni ezt az alapítványt, plusz még az összes jegybevételt föl fogjuk ajánlani, plusz még ki lesz helyezve egy stand, ahol a maga a nézők még pluszba tudnak segíteni ennek alapítványnak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ilyenfajta szerepvállalásunk is legyen. Tudjuk igazából, miről van szó. Egy évben egyszer tudunk ilyet segíteni, most az év elején már eldőlt, hogy ők lesznek azok, akiket tudunk segíteni, és én 100%-ig biztos vagyok benne, hogy nagyon jó helyre fog kerülni ez az adomány. És itt igazából invitálok is mindenkit, hogy jöjjenek ki a mérkőzésre, segítsenek arra, hogy kijavítsuk a csorbánkat, és segítsék azt is, hogy a alapítványnak minél több pénze gyűjjön erre a nemes célra össze. Hát reméljük, minél többen lesznek majd a meccsen. Mi az, amit vársz konkrétan ettől a találkozótól, mert azt nagyjából elmondtad, hogy a végén mivel lennél elégedett már a műsorunk elején, illetve a beszélgetés elején. Konkrétan mit vársz? Hány gólos győzelmet? Mert gondolom győzelmet. Igen, itt csak arról vesz, hogy hány gólos győzelmet. Nagyon-nagyon szomorú lennék, hogyha elrontanánk, hogyha véletlenül nem sikerül lenyerni. Tehát most ezt itt hogy ne jósoljam meg, nekünk a hazai mérkőzésünket alapból mindent meg kell nyerni. Ugye, hogy ha egy góllal vagy 8-10-zel, az sajnálom, innen nem engedlek el anélkül, hogy ne tipmixeld meg a meccset. Ne tipmixeld meg. Hát akkor legyen mondjuk, hogy ne mondjak nagyobbnek, ne mondjak kicsit, de szeretnénk egy 4-5 góllal azért nyerni.
Hát ehhez sok sikert kívánunk nektek, sikerüljön akkor ez a mérkőzés is, és a többi is a bajnokságban is minél előrébb végezzen a csapat. Köszönöm, hogy befáradtál. Köszönjük szépen. A nézőknek pedig köszönöm a mai megtisztelő figyelmüket, és akkor találkozunk jövő héten hétfőn az új kezdőkörben. Viszontlátásra!